10,5 méteres mászófal a Jován Mikics általános iskola átriumában kapott helyet. A projekt költségeinek nagy részét a Spartacus hegymászóklub önerőből és támogatók segítségével finanszírozta. A Szerbiában a legnagyobb, tehát fedett területen, 120 négyzetméter területű, tehát 10,5 méter az áthajlásban a magassága, és hát a maga a finanszírozás az ilyen nagyon egyedi, ilyen összefogtunk, úgy döntöttünk, hogy nekünk erre szükség van, és meg kell oldanunk. Hát itt jöttünk rá, hogy milyen sok barátunk van. Nagyon sok segítséget kaptunk mind a Szabadkán cégektől, magánszemélyektől, úgy anyagi, mint munkaerőben. Az ünnepélyes átadó után kiosztották a 2015-ös szerbiai bajnokság érmeseinek járó díjakat is. A Spartacus falmászó szakosztályának 3 versenyzője is első helyen végzett az összesített versenyben. Szara Pirnát a 18, Bognár Dóra és Szergej Zsezsely a 12 évesek korosztályában lettek országos bajnokok. Én szeretem, mivel sokat lehet itt gondolkodni és koncentrálni, és közben amikor mászok, az adrenalin csak úgy pumpál bennem, és szeretem ezt. Jako volim to što je sport zanimljiv, jako volim visinu, volim da se pomučim, ima tehnika, ima svačega zanimljivog. A szabadkai klub a fal felavatására egy méltó eseménnyel készült. Nyílt vajdasági bajnokságot szerveztek, amelyre nem csak Szerbiából, hanem Magyarországról és Horvátországból is érkeztek versenyzők.